kísérlethez korallvirág levelét fogom felhasználni. A korallvirág levelének fonákáról bőrszövetű nyúzatot készítek csipes segítségével. Az elkészült nyúzatot ráhelyeztem a tájlemezre. A bonzfű segítségével eligazítom, hogy egy rétegű legyen a vizsgált bőrszöveti nyúzat. Vizes glicerin oldatot csepentett rá. Ha bonzfűt használunk a lefedéshez, akkor sokkal kisebb valószínűséggel lesz buborékos a kapott metszetünk. Óvatosan engedem le a fedőlemezt, és az így elkészült metszetet fénymikroszkóp segítségével megvizsgálom. Jól látható, hogy a korallvirág bőrszöveti sejtjei szoros illeszkedésűek. A bőrszöveti sejtek között láthatóak a gázcserenyillások, amelyek két babszem alakú zárósejtből és a köztük lévő légrésből állnak. A zárósejtek légrés felőli fala erősen vastagodott, ez teszi lehetővé, hogy a gázcserenyílások a környezeti tényezőktől függően kinyílnak, illetve becsukódnak. Ezeken a légréseken keresztül megy végbe a növények párologtatása és gázcseréje. Ha a zárósejtek turgora megnő, akkor a zárósejt kigömbölyödik és a légrés kinyílik. A zárósejtek klorofil tartalmazó zöld színtesteket is tartalmaznak.